Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. 2022. április 4-e van, a magyarországi országgyűlési választások után vagyunk egy nappal, és ezt fogjuk értékelni Földi László titkosszolgálati szakértővel, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnökével. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Mi is többször beszélgettünk arról, hogy vajon lesznek-e külföldi beavatkozási kísérletek a magyar választásokba, és hogy ez miként határozhatja meg az eredményeket. Most már ugye látjuk, hogy kétharmadot szerzett ismét a Fidesz-KDNP, ráadásul a Mi Hazánk mozgalom is bekerült a parlamentbe, akiket például korlátozott a Facebook. De ezzel együtt kérdezném, hogy ön hogy látja, voltak-e beavatkozási kísérletek, és minek köszönhető az, hogy ennek ellenére az ellenzék nem tudott jól szerepelni? Hát ha megengedi, akkor megfordítanám a dolgot. Azt mondja, annak köszönhető, az ellenzék rosszul szerepelt. Tehát azért persze a technika, meg a trükkök, meg sok minden, de azért nem állt, hogyha egy politikai pártnak, rendszernek, struktúrának mondani valója is van. Mert ugye az azért nagyon gyorsan kiderül, hogy a magyar közvélemény nem csupán befolyásolott, vagy befolyásolható, mint mindegyik más, hanem úgy tűnik, hogy azért mérlegel is, megfelelő módon kezeli az egyik, illetve a másik irányba érkező információt, és az a fajta, hát mondjuk, jobboldali védtelenség, ilyen idézővetéve, amelyik a 2019-es önkormányzati választás idejét jellemezte a Fideszt és a jobboldali mondjuk politikai erőket, azaz nem voltak fölkészülve mondjuk az internet adta lehetőségekre, annak a feltételrendszereire, kicsit elhanyagolták, hogy a modern világ vívmányait így fogalmazzak. Ezt most erősen bepótolták, úgy tűnik. Tehát magyarul a választópolgár nem maradt információ hiány, és nem csak az egyik oldalról kapta ugye az instrukciókat és a javaslatokat, hanem a másik oldal is tudott érvelni megfelelő formában, ugye azokon a csatornákon. Akkor úgy érzi, hogy ezen a területen felzárkózott a jobb oldal a bal oldalhoz képest? Egyértelműen, és ez főleg ott látszik, hogy már Budapesten az egyéni ugye körzetekben gyakorlatilag hát két helyt leszámítva egyértelműen a baloldali ellenzék, illetve hát az egyesült ellenzék nyert, de azért a Fidesz támogatottsága lényegesen erősebb volt, mint két évvel ezelőtt, vagy azt megelőző négy évvel ezelőtti parlamenti választáson, mint politikai erőtér, így értem. És ennek egyértelműen az volt az oka véleményem szerint, hogy az üzenetek átjöttek jobban, mint korábban, és a budapesti lakosság is érezte, hogy azért lehet abban is igazság, amit a kormányzó párt mond az érvei mellett a tartalmi szempontból. Hát a másik pedig, ami a konkrét kérdése, hogy azok a fajta beavatkozási trükkök és kísérletek, amelyek a világban jelentkeznek, vagy az amerikai Egyesült Államok, a Trumpi időszak az igazi etalon ehhez képest. Hát igen, de úgy gondolom, hogy amikor valami világossá válik, érthetővé válik, akkor megjelenik az ellen megoldási technika is. Tehát ilyen értelemben azért a magyar választásokra ez is jellemző volt, hogy föl lehetett készülni ilyenfajta támadásokra, és meg kell próbálni kiszűrni. Tehát ezek, én úgy gondolom, hogy összességében jelentették azt, hogy ilyen eredmény tudott születni. Vannak, akik azt mondják, hogy a különböző adatokkal való visszaélés azért megjelent, például, hogy olyan SMS-eket kaptak a választópolgárok, amelyek, tehát olyan noktól is kaptak SMS-eket, akiknek soha nem adták meg a telefonszámukat. Csak itt merül fel a kérdés, hogy ez meg egyáltalán hatékony dolog-e, tud-e lenni, mert most úgy tűnt, hogy nem az. Hát egyrészt igen, ez egy kétélű fegyver, másrészt pedig ugye azok egyre kevésbé jelentenek a mai világban hát gondolatiságot, hogy most akkor védve vagyok, vagy nem vagyok védve az információ, a megkeresés, a megkereshetőséggel szemben. Egyértelműen ki kell jelentenünk, mi sem hát először beszélgetünk erről, hogy nem vagyunk védve, hiszen azok a megoldási technikák, ugye az internet, a közösségi hálók, ahol önként adunk át saját magunkra is információt, ne felejtsük el, utána nehéz számon kérni, hogy ezzel illetékesek, vagy illetéktelenek, élnek, visszaélnek, vagy mit tesznek.
Tehát ugye az a fajta nyitottság, amelyet ma képvisel Magyarországon is, ha jól tudom, olyan 7 millió Facebook követő van. Igaz, hogy van, aki duplán jelentkezik, de akkor is egy rettentesen nagy szám. És ebben a nagy számban természetesen az a leglényegesebb, hogy önmagunkról adunk információt, és ezek az információk azoknak a kezében, akik ezt valamilyen célból használni akarják, akár a politikai célás választás, akár csak kereskedelmi okoknál fogva, ezek bizony értékként jelennek meg, és a saját ízlésük vagy akaratuk szerint tudják felhasználni. Az, hogy Magyarországon gyakorlatilag majdnem 4/5 közeli állapotba került a Fidesz jobboldal, illetve a Fidesztől mondjuk jobbra található Mi Hazánk mozgalom, az mit jelez, hogy az embereknek ez az értékrendje, vagy hogy annyira leamortizálta magát az ellenzék, hogy egyszerűen nem volt másra szavaz, nem tudtak másra szavazni? Én azt gondolom, hogy is természetesen is egy ilyen dodonai válasz kell legyen. Az ellenzék nagyon hát személyekben is kifejezve minősítetek nyilván embereket, pláne nem a távolévőket, de mégis azt kell mondjam, hogy nagyon egyszerű megoldásokban gondolkoztak. A tagadás önmagában azon, hogy nem konstruktív, a butaságok szajkózása meg pláne nem. Tehát az embereket komolyan kell venni, az emberek intelligensek, akármennyire is próbálja bizonyos erőtél ezt megkérdőlezni. És hogyha gyenge eresztések indulok nekik, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, annak következménye van. Másrészt pedig a világban azért az is kiderült, és ugye mi magunk az alapítványon belül is azért ebben nagyon sokat gondolkoztunk és foglalkoztunk, hogy szélesedik az a fajta szembenállási trend és mondjuk front helyzet, amely választás elé állítja az egyszerű embert. A norma és a nem norma problematikájában. És a norma az egy szélesebb spektrum, ott régóta is sok mindent lehet tulajdonképpen politikai értelemben is kommunikálni. Az abnormális viszont, mivel szűk, ezért jobban kiveri a biztosítékot, hogy így fogalmazzak azoknál az embereknél, akik nem akarnak szélsőségekben élni, gondolkodni, akár a gyerekeik, akár a saját életüket tekintve. Tehát miután ez Magyarországon megjelent, és az ellenzék ezt fölvállalta, hogy itt fogalmazzak, egy olyan társadalomban, amelyek nem a nyugati társadalom, amelyet 70 év alatt érzékenyítettek olyan fokra, ahogy most kinéz, ugye Egyesült Államok, Kanada, de Európa nagy országait is mondhatjuk, a társadalom nem képes védekezni, mert érzékenyítve van, ilyen gyógyán fogalmaz a generációkon keresztül. Tehát neki egészen más jelentenek ugyanazok a fogalmak, amelyek mondjuk Közép-Európában vagy Kelet-Európában az itt élő emberek számára. Tehát ebből is fakad az, hogy az ellenzék nem csak személyekben válogatott rosszul, hanem azokat a hívószavakat is rendkívül bután és ostobán használta, amely még egyszer mondom, az őket megbízó, háttérben finanszírozó és kvázi fölkészítő külföldi hát szakemberek, meg média és választással foglalkozó PR szakemberek a szájukba adtak. Tehát ezt nekik meg kellett volna rágni magyarul, csúnyán fogalmazzak, és magyar formában esetleg előhozni most egy gyakoskodjak természetesen, ez csak egy ilyen hipotézis. De akkor is azt gondolom, hogy ez a fajta szembeállított ideológia, szembeállított fogalmi rendszer, ez bizony itt Kelet-Európában nem működik. De nagyon érdekes, hogy ugye Csehországban sikerült kormányt buktatni, Bulgáriában sikerült kormányt buktatni, máshol meg máshogy buktattak kormányt, nem feltétlenül a választásokon keresztül, és pont ezen gondolkodtam, hogy mi az, ami Magyarországon recept lehet, és amit most mondod, hogy le kellene fordítani az ellenzéknek ezeket a dolgokat magyarra, hogy ez valószínűleg tényleg nem sikerül, de kicsit tegnap úgy éreztem, mintha ilyen egyként mozdult volna meg az ország, és mintha lett volna egy ilyen nagy nemzeti összetartás, és ez nem pártpolitika, hanem pont a normalitás melletti küzdelem. Én azt kell mondjam, most nagyon szerintelen, hogy legyek a Magyarország szempontjából, ezért vagyunk 1100 éve. Pontosan ezért, mert egyrészt képesek vagyunk túl lépni bizonyos sztereotípiákon, amelyet pláne kívül akarnak ránk kerültetni, másrészt képesek vagyunk egy irányba mozdulni. Hát nézze meg, a magyar történelem erről szól.
És úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nem véletlen az, hogy hát egyszerűen az alapítványunknak is külföldről elképesztő sok szakember üzenget, hogy tartsatok ki, vagytok az utolsó bástya, és itt nem mi konkrétan, hanem a magyarság, a magyar gondolkodás, a magyar emberek sokasága. És hogyha a külföldre tekintek, a diaszporára, és nem csak a környező országokra, hát ott is meg kell nézni, hogy azért a magyar emberek akárhanyadik generációból tekintve is azért helytállnak, és bizonyos fokig nem csak hogy helytállnak, képesek kiemelkedni. Most ez nem egy ilyen übermény szemléletlen, bocsánat, tehát nem erre akarok én kiukadni. De mégiscsak kell legyen valami a háttérben, hogy egyébként ön által nagyon okosan felsorolt és pontosan felsorolt környező országok belül egy hasonló konzervatív gondolkodás a politika egyértelműen elbukott. Hát Babisnál úgy, hogy ellenzék sem volt tulajdonképpen, Bulgáriában úgy, hogy egy LMBTQ-s egy bulgár viszonyok között képes nyerni. Tehát igen, de ez már nem csak arról szól, hogy a jobboldali politikai erőtér mire képes, hanem arról szól, hogy a magyar emberek hogyan gondolkodnak, pláne együtt. Ezzel párhuzamosan zajlik az orosz-ukrán háború. Látjuk azt, hogy van tényleg egy ilyen erkölcsi honfoglalási szándék az egész világon. Mire számít most a következő időszakban? Elkönyvelik Magyarországot, hogy oké, ezzel nem lehet mit kezdeni, ez már így marad, vagy ezek a támadások tovább folytatódnak, és ezek a különböző nyugati lobbik soha nem adják fel a reményt? Én azt mondom, hogy nem fogják feladni a reményt, mert tulajdonképpen egy olyan háborút vívunk, amelyik csak mozzanataiban jelent fenyülés összecsapást, mint a egyébként nem elfogadható és egyáltalán nem támogatható ugye, ukrán-orosz viszonyrendszer, amelyik önmagában is elhúzódó lesz sajnálatos módon, hiszen az ukrán oldalon megjelentek azok a fajta nacionalista rendszerek, amelyek mindig is jelen voltak, meg kell mondjam, és amelyek jelenléte bizonyos fokig inspirált az oroszok támadását, hiszen több tízezer orosz nemzetiségű halt meg az elmúlt évek során Ukrajnában, ami nem kapott nagy publicitást, hiszen ugye az mind okként visszavezethető a puccshoz, de ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy ma már nem lehet megtenni azt, hogy 7-8 millió fegyvert adok civilek kezébe következmények nélkül. Nem lehet megtenni azt, hogy egy kifejezetten nacionalista és mindenkit legyilkolni hajlandó rendszert, hogy úgy mondjam, magam mellé veszek a politika porondján is itt tovább. És nem lehet elfogadni azt sem, hogy tulajdonképpen a világban megjelenő gazdaság és egyéb problémákat is megpróbáljuk egy háború alá betolni, és elhitetni a világ közvéleményével, hogy azért emelkednek az árak, azért szaladgál a tőzsdeles föl, azért lesz 2000 forint mondjuk a benzin és itt tovább, mert hogy orosz-ukrán háború van, ez nem igaz. És azért lesz éhínség Észak-Afrikában, ugye abban a hiány miatt, mert hogy orosz-ukrán háború van, nem igaz. De most ez egy alkalom nagyon sokaknak sajnos, annak a spekulációs rétegnek, amely egyébként is minden szempontból igyekszik fönntartani a káosz potenciális eljövetelét. Tehát most én nem akarok megint ilyen patetikusan fogalmazni, de hát azért azt ne higgyük, hogy most a magyar kormány egyszerű helyzetbe került csak azért, mert egy kétharmadot adott neki, hogy így fogalmazzak főhatalmazás oldalról a magyar választó réteg. Ettől még a háború, az ütközetek, a küzdelmek, a politika értékű összecsapások, ezek csak fokozódni fognak, hiszen a másik oldal az első sokkot követően buszúra fog esküdni, mert hogy lehet az, hogyha itt-ott, amott meg tudták oldani, akkor a magyaroknál nem. Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy eljött a béke. Mennyire lehet fontos Magyarország a következő hónapok szempontjából az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hiszen látjuk azt, hogy azért annak ellenére, hogy természetesen az orosz úgymond agressziót azt Magyarország elítéli, meg nem támogatja a háborút, de mégiscsak más hangszint üt meg a többi országhoz képest, akár Ukrajnával kapcsolatban is. Aztán cserébe az ukrán elnök is teljesen más hangszint üt meg velünk kapcsolatban, de ez mennyire befolyásolhatja a tényleges orosz-ukrán hadműveleteket, a magyar viselkedés? Nézze, igazán nem ok és nem illetlenség egy ilyen véres helyzetben, hogy mondjam, parodizálni. De nagyon sokszor a piszkos Fred, a kapitány, teszem be, hogyha valaki rámosolyog, akkor hogy azt
onnantól kezdve mindenki utálni kezdi. Tehát egyszerűen nevetséges valóban, ahogy ez itt történik, és a józan észhez képest történik. Mindez egyébként Putyin volt az első között, aki gratulált Orbán Viktornak. Nyilván nem véletlenül, hiszen ő is pontosan tudja, hogy NATO tagként együtt kell szavazni, de nemzetként lehetnek alternatívái ennek a magatartásnak és hozzáállásnak. Én azt gondolom, hogy a magyar külpolitika nem az ukrán-orosz témába fog belebonyolódni. Ő elmondta maga véleményét, ki kell maradni, semlegesnek kell lenni. Nincs harci-marci, van segély, van támogatás, de nincs semmiféle karcsoltetés. Azon a magyar külpolitika nyugat felé fog fordulni, egész pontosan Nyugat-Európa felé fog fordulni, és folytatni fogja az úgynevezett madridi, hogy úgy mondjam, szindrómát. Megpróbálja Orbán Viktor, láthatom, hogy a visegrádi négyek szétpukkadtak, számomra nem meglepő módon, megtalálni azokat a politikai érdekköröket, akik ugye azt a konzervatív magatartást képviselik, hadd nem mondjam, a normalitás világára esküdtek, akik egyébként Madridban pár hónappal ezelőtt összejöttek, és elkezdtek egyfajta gondolkodást. Hozzáteszem gyorsan, hogy az 150 millió embert jelent potenciálisan, azaz azok a pártok, amelyek ott kinyilvánították az akaratukat a normalitás mellett, és mindenféle ilyen buta, extrém és egyéb őrülettel szembe akarnak menni a globalizmus, hát mondjuk, hogy negatív kihívásaival, ők megmaradtak. Ők az igazi szövetségesek. Csak ők nem kormánypártok azért általában, ugye sem Giorgia Meloni pártja, sem Le Pen pártja egyelőre, és úgy tűnik, hogy nem is nagyon van esélyük arra, hogy kormányzók legyenek. Ez számít? Igen, ez egyáltalán nem számít. Tehát ismétlem, itt egy olyan globális ütközet folyik, amely a normális és abnormálisról szól. Nem érdekes, hogy ki van kormányon, és nem érdekes, hogy ki nincs kormányon. Mert az erőtér szempontjából tulajdonképpen az embereket kell meggyőzni. Most az embereket nyilván meg lehet győzni úgy, hogy az Orbán Viktor is képes volt rá, ugye a Fidesz kormány, Fidesz-KDNP kormánnyal, hogy akkor kétharmadra hatalmazatok föl. De úgy is meg lehet őket győzni, hogy egyébként bárki más irányít, azért az eszmeiséget, az élettérben való működést és hozzáállást, azt ne engedjük át az extrém, a globális őrületnek. És én azt gondolom, hogy Európa megújulására elindult a folyamat. Két lehetőségünk van, vagy elpusztulunk szó szerint, vagy elkezdünk megújulni, mert tulajdonképpen látjuk az ellenfélnek a játékterét. Én magam egyébként 2015-ben két élménnyel találkoztam ugye a illegális migráció megindításánál. Az egyik volt az, hogy tulajdonképpen miért lépett ki az illegalitás a fényre, tehát az addig egyébként konspirált módon működő LNG-ok és egyéb rendszerek mi jöttek ki, és miért mutatták meg magukat. Válasz nagyon gyorsan rá, mert úgy érzik, hogy már túl erősek ahhoz, hogy konspiráljanak, menetelhetnek tulajdonképpen a fényben is. És a másik gondolatom az volt, hogy de jó, mert innentől kezdve látjuk, hogy mi a sztori, és elkezdhetünk védekezni. Mert amíg nem látjuk, hogy mi folyik körülöttünk, azaz a mélyben, a konspirált formában történik, addig nehéz védekezni. De hogyha ez mind a felszínre ér, akkor már lehet azon gondolkozni. Hosszú menet lesz. Senki nem mondja, hogy ez pillanatok alatt megtörténhet, akár Európa reformja is. De el lehet indítani az utat, és én úgy látom, hogy elindult. Említette azt, hogy nem lepődött meg a V4-eknek az úgymond szakadásán, ami most az orosz-ukrán háború kapcsán elsősorban Lengyelország miatt kicsit fagyossá vált, aztán ebben még csatlakozott Csehország is, de az probléma-e, hogyha így ilyen különböző érdekek alapján, különböző vélemények vannak, hogy mik azt mondják, hogy gazdasági érdekek alapján akár még Oroszországgal is együttműködünk, mert az fontos. Erkölcsi kérdésekben nyilván szintén talán sokszor sokkal közelebb áll hozzánk az orosz narratíva. De ha meg már a közép-európai érdekeket nézzük, akkor azon a területen meg mégiscsak a V4 országokkal kéne együttműködni, és lehet, hogy vannak olyan gazdasági dolgok is, amivel az Európai Unióval, illetve a nyugati országokkal kell együttműködni, hogy ezt a ilyen nagyon tojáshéjon táncolós politikát, ezt mennyire lehet biztonsággal folytatni, úgy, hogy külön vesszük akár a gazdasági, akár az erkölcsi, akár a kulturális kérdéseket. Hát én azt gondolom, hogy épp ez a helyzet, és ide érkeztünk, amikor el kell felejteni ezt a fajta tojáshéjat. Nem kell nekünk mindenáron azt bizonygatni, hogy mi nem jó nekünk.
Tehát itt megérkeztünk oda, hogy a nemzetállamok érdeke újra a napirendre került a globális érdekkel szemben, és ez nagyon jó irány. És én azt gondolom, hogy Európa népei mindig is attól voltak erősek, és attól volt egy erős civilizációnk, mert a nemzetek erősek voltak. Amikor a nemzetek gyengéké váltak, akkor Európa is elgyengült látható módon. Nagy baj az, hogy Oroszország el fog fordulni Európától a kialakult helyzet miatt, és nem feltétlenül az ukrán háború azok, hanem a következmények, amire rákényszerítették. Az embargós politikák, az energetikával a szórakozás, és így tovább, és így tovább. Elfordul Európától. Visszafordul-e valaha? Nem tudom. De innentől kezdve pláne fontossá válik az, hogy a nemzeti érdek micsoda. És hogyha a lengyelek másképp gondolkoznak, ám tegyék. De nem tudom, megfigyelte, hogy ebbe is azért a magyar külpolitika elegáns volt, és amikor nem jött ide a cseh meg a lengyel védelmi miniszter, akkor mi nem kezdtünk el tüsköd bogarat kiabálni, mint ahogy egyébként ránk szoktak, és még Varsóban is megtették pár héttel ezelőtt, hanem elegánsan azt mondtuk, hogy joguk van hozzá, újra gondolják, és a dolog majd visszáll a megfelelő formában. Ez az egyetlen magatartás, mert ez a mi érdekünk. Az, hogy egyébként a taktikai elemekben, mikor kivel, hogy kell beszélni, mikor kivel, hogy kell üzletet kötni, mikor kivel, hogy kell fönntartani a viszonyrendszerünket, ez mindig az adott pillanat dönti el. A kérdés az, hogy a stratégia mi. Magyar kormánynak világos stratégiája van, a nemzeti érték fönntartása. És hogyha ebben világos a stratégia, akkor a taktikában nem kell szégyenlősködnünk, hogy mikor mit használunk, mert senki nem róhatja föl azt, hogy mi a saját magunk szempontjából látjuk a világot. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy lehetett látni azt, hogy a Védett Társadalom Alapítvány itt a választási kampányban nagyon aktív volt, sok-sok emberrel találkoztak, hogy most, hogy lementek a választások, mik a tervei és mik a céljai az alapítványnak? Ugye az csak egy paralel dolog volt, tehát mi nem arra alapultunk, hogy egy választásban aktívak legyünk, vagy sem. Mi mondjuk a magunkért, és azt gondolom, hogy annál inkább kell ezt fokozni, mert sajnos Magyarországon bőven jelen van az a fajta extrémizmus, amelyet mi úgy gondolom, amelyet mi úgy tekintünk, hogy helytelenül létezik, hogy az emberi társadalmakat mérgezi, és hogy az alapértékeinkhez vissza kell térni bármilyen tekintetben is, mert anélkül a társadalom egy ilyen bolyongó, káoszos valamivé válik. Tehát ez a fajta munka nem, hogy leállt, hanem fokozni kell, még inkább akciózunk kell, hogy így fogalmazzak, még inkább rá kell döbbenteni az embereket, hogy igenis itt nem néhány embernek a dolga, feladata vagy lehetősége mindez, hanem nagyon sok mindenkié, minél többen csatlakozzanak ehhez a sztorihoz, így fogalmazzak. És nem azért, hogy a Védett Társadalom Alapítványnak jó legyen, vagy nagyságán növekedjen, hanem mert, hogy önmaguk szempontjából ugyanúgy rá tudnak ébredni. És ugyanúgy, ez a tapasztalatom egyébként, hogy bármelyre jártunk, a vége az volt, hogy Hölgy úr, hát ezt én is tudtam. Hát nem pontosan tudtam megfogalmazni, de tudja mit? Én is ugyanígy gondolom. És ezek a jó mondatok. Földi László, köszönjük szépen. Kérem szépen.